Csácsumi csörtészt a csokoládé és traktorkerék, sziasztok srácok, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik egy ilyen tesztvideóval, aminek az alanya nem lesz más, mint a Real Farm nevű játék, ami gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a farming szimulátor babérjaira akar törni, és úgy gondoltam, hogy csinálunk egy ilyen összehasonlító videót gyakorlatilag a két játék között, hogy ugye ez a játék milyen előnyökkel szolgál, hogyha esetleg ezt akarod megvenni, vagy esetleg mennyivel jobb, vagy mennyivel rosszabb, mint a Farming Simulator. 17, ugye a 17-höz fogjuk viszonyítani leginkább, mivel azt mondhatjuk, hogy egy idős vele, bár ezt se lehet mondani, mivel ez a játék, amit most tesztelünk, az egy évvel fiatalabb gyakorlatilag, mint a Farming Simulator 17. Na, srácok, egyébként azt elmondanám így előjáróban, hogy ezt a játékot 37 euróért vesztegetik a Steamen. Hogyha DLC-vel együtt akarod megvenni, és nagyon fontos, mindjárt elmondom, mi a DLC tartalma, akkor 42,2 euróért akarják adni, és ha külön csak a DLC-t akarod megvenni az alapcsomaghoz, akkor 10 euróért tudod megvenni, és ez itt egy kapásból egy ilyen elég nagy megrökönyörés nálam, hogy a DLC tartalma az nem más, mint gyakorlatilag a játék soundtrackje. Tehát ugye 10 euróért meg tudod venni a játék soundtrackjét, a játékhoz. Abban nem nincs semmi, abban nincsenek járművek, nincs benne semmi, hanem gyakorlatilag maga csak az, hogy zene. Ez már szerintem így kapásból elég érdekes, hogy a játékot még majdnem 40 euróért adják, úgyis, hogy gyakorlatilag soundtrack nélkül, nem tudom ezt, hogy gondolják egyáltalán. Vagy nem tudom, lehet, hogy ezek plusz zenék akarnak lenni azért a plusz pénzért, és alapban is van valamilyen játékzene, hát nagyon remélem, hogy ez így van. Na mindegy, először is próbáljuk ki akkor a játékot, megnézzük egyébként felraktam a grafikát full beállításra, úgyhogy tudtok viszonyítani, hogy kb. Ugye a Farming Simulator 17-hez képest mennyivel jobb egy évvel fiatalabb játék esetleg. Na, csapjunk bele a lecsóba. Egyébként szerintem ugye ez a 37 eurós alapár, ez mondhatni elég sokat. Mondhatni majdnem ugye egészen nem a triplás kategóriájú játékok közé sorolandó, de azért nem is az olcsóbb játékok közé sorolható. Na, akkor válasszunk egy új játékot, és ugye, ja, egyébként nincs multiplayer, annyit tudunk, hogy választunk egy új játékot, ennyi van. Van olyan, hogy könnyű, és van karriermód, és van szabad mód. A karriermódban gyakorlatilag mondhatjuk úgy, hogy mint egy tutoriál szerűen végigvezetnek minket a játékmeneten. Megmutatom ezt is, és utána a szabad módba is belekóstolunk, és megnézzük gyakorlatilag, hogy mennyire jobb, és mennyire rosszabb a Farming Simulator 17-nél. Hát menjünk a karriermódra, és akkor nézzük meg igazából, mit akar tőlünk a játék, és ez hogy működik. Na. A járműveknek meg kell felelni a munkaeszköz. Egyébként nagyon jó kis tippek vannak itt, és nagyon sokat sejtetnek, hogy az egészséges állatok azok több hasznot termelnek, ugye máshogy fogyasztja az üzemanyagot, más hatások alatt a jármű. Hát ugye az eladásra, ugyanúgy eladhatod a cuccokat, ott az megfelelő pillanatotba kellene ugye eladni, azt is írja. És ezek így elég érdekesek. Na, a gyerekek, ja, és egyébként van egy nagyon jó oldal a játéknak, hogy magyar nyelvű teljesen. Gyakorlatilag semmilyen magyarosítás ugye nem kell hozzá, hanem teljesen magyar. Na, szia, a nevem Matt Davis, örülök, hogy találkoztunk. Ez az első napod a városban. Segíthetek a karriered építésre. Gyakorlatilag úgy indul a játékmenet, hogy beesünk a városba, és munkákat kell vállalnunk, tehát nem a saját farmunkon dolgozunk, hanem egy karriert kell kiépíteni, először ugye dolgozni kell. Jó, menjünk be. Ja, egyébként az egérmozgás az nagyon gyors. Valahogy biztos át lehet állítani, hát én nekem voltak vele problémáim. Megmutatom a beállításokat, gyerekek, itt ezeket lehet állítani. Idősebessége, ugye betakarítás ideje. A videónál ugye minden nyílen van. A hangnál, ja, levettem a zene hangerőt, mert nem tudom, hogy mennyire copyrightos. A vezérlőnél gyerekek van egy ilyenünk. Ugye a konzol átiratoknak a hátrány, hát ez annyira konzol átirat, ugye, hogy gyakorlatilag kaptunk ezt kaptuk. És ja, és van szemvezérlés lehetőség, ugye, azt néhány játékban már lehet, hogy ismeritek, ugye például a Assassin's Creed Origins-be, vagy néhány játékban van egy ilyen szemvezérlő. De ugye az kell egy speciális eszköz, ami nem olcsó, úgyhogy ehhez a játékhoz nem biztos, hogy
kifejezetten ajánlott ezt megvenni. Ja, emiatt ugye nem tudtam átállítani sajnos az egér érzékenységet, hát az gyakorlatilag most mozdítok egy 5 centit, aztán háromszor pördülsz körbe. Egyébként a grafika maga, nézzük meg a grafikát, a grafika szerintem szép. Én azt mondom, így első blikre, azt mondom, hogy szép, kicsit más, mint a Farming Simulator 17-i, ugye de teljesen kifogástalan mondhatjuk, egy ilyen játékban szerintem ez teljesen jól, teljesen elfogadható, nézzétek meg, szép a fenyőfa. Hát mondhatni, nézzétek ott a hegyek a távolba például, mondhatni, hogy elfogadható, szerintem ez egy jó grafika, az nem nagyon tetszik, ugye a lot távolságot maximumra húztam, tehát az, hogy gyakorlatilag a távoli objektumok is amennyire tudnak élesek és feltexturázottak, de az a probléma vele, hogy ahogy mendjünk, látjátok, hogy az árnyékot tűnik elő. Pedig gyakorlatilag nem tudom, miért nem lehet ezt följebb húzni, mert az én középkategóriás gépemen is nyílen 1000 FPS-sel fut, úgyhogy ezt meg tudták volna oldani, hogy miért nem skálázhatóbb jobban, azt nem tudtam megérteni, mert ha megnézitek a videóbeállításokat, akkor V-Sync ugye be, a LOT távolság gyakorlatilag nyílen van, igazából más nem tudsz szállítani, gondolom a Shadow minőség ugye gyakorlatilag magason van. Ugye én arra gondoltam, hogy azért nem tudták ezt magasabbra állítani, mert a konzolnak a gyakorlatilag az átirata, ugye konzol átirat, és emiatt ugye fix, ugye. Na, ugye itt van egy autó, ez is, én megmondom őszintén, elég pofás, elég jól néz ki. Egy hatalmas problémája van a játéknak én, amit mindjárt el fogok mondani, amit nekem nagyon nem tetszik. Egyébként itt van ugye oldalt az ilyen tooltip, hogy éppen mit kell, ugye, be kell szállni, ugrás, futás, szállj be a térképen megjelölt helyen lévő gépbe, oda kell mennünk, és akkor be kell szállnunk. Egyébként itt van a farmunk, ugye lehet ugrani. Elég érdekesen ugrik, kicsit ilyen hold gravitáció stílus van szerintem. Hát csak ugorjunk egyet. Külső nézet nem hiszem, hogy van. Nincsen külső nézet. Lábunk nem látszik. Nem tudom, mennyire hangos a játék. Igazából olyan síri csönd van benne a zene hiánya miatt, hogy az hihetetlen. Környezet hangja. Följebb rakom, gyerekek, remélem nem nagyon fog. Munkagépet azt hagyom, jó? Oké, és akkor így mondjuk megpróbálkozunk vele, remélem nem lesz túl hangos. Maga a játék elég igényes, én azt mondom nektek, így kapásból, egy ránézésre mondhatni. Egyébként lehet aludni, a házat itt arra szolgál, hogy tudsz aludni. Az időbe szerintem nem lehet belepörgetni. A járművek között szerintem nem lehet tabolni. De ezt még ki fogjuk deríteni. Ugye van itt a rovarírtó. Van itt van a víz, itt van a mosónk, ugye? Itt van a... Ez azt hiszem, hogy a trágya. És ez meg mi akar? Ez talán a mag. Ez talán a mag akar lenni, nem tudom. Így megmondom őszintén. Ja, és silók, és igazából ez a kezdő farmunk, ahol igazából neki fogunk állni dolgozni. Itt megnézem, ez micsoda. Nem tudom, mi az a só, de nem tudom, egyáltalán lehet-e használni. Ja, itt van, itt úgy látom, hogy itt a bunker siló. Nem, vagy az? Lehet, hogy az vagy, pedig ez a... Ez szerintem ez nem a trágya akar lenni. Itt a hig trágya. Jó, hát igazából Farming Simulator. Mondhatni, hogy a grafika az... Azt mondom, elégséges. Kövezzetek meg, ha nem így gondoljátok. Ja, és ott van a csap. Ugye víz. Ugye itt ebben a játékban kell... Nem akarom lelőni a point, menjünk végig egy ilyen tutoriálon, ami végig fog vinni minket. Na és akkor elérkeztünk arra a pontra, ami nekem ugye nem nagyon tetszik. Főleg annak a fényében nem tetszik, hogy az ár magas. Mondhatni, hogy ugye 40 euró körüli áron mozog a játék, aminek a vonzata lehetne az, hogy licenszelt járművek vannak, és az a baj, hogy nincsenek. Látjátok, hogy gyakorlatilag ez talán egy New Hollandra akar hajazni ez a traktor. A kivitelezése, megmondom őszintén, nem rossz. Maga a gumi például nekem nagyon tetszik, hogy egész jó meg van csinálva. Ugye egész jó, talán a poligonszám egy kicsit kevés, a textúra egy kicsit talán olyan elnagyoltnak mondanám, mármint inkább nem is az, hogy elnagyoltnak, hanem mintha nem textúra lenne, hanem színeznék gyakorlatilag a járműveket, ezeket nagyon soha nem szerettem, hogy gyakorlatilag egyszínű. Mit mondjunk még róla? Igen, a belső tér, ránézés, egész jónak tűnik, mondjuk a...
Mondjuk az a villogó az érdekesen néz ki. Na mindegy. Ja, egy poligonszám egy picit talán kevés. Nem rossz, nem rossz. Viszont ugye látjátok, hogy nincsen. És Q-val ugye lehet, be lehet szállni. És akkor itt van a traktorunk. Hogyha össze kéne hasonlítani, mert ugye ez egy összehasonlító videó akarna lenni, én azt mondanám, hogy majdnem megüti a Farming Simulator 17 szintjét. Nem mondom kifejezetten rossznak. Egyébként szépen be lehet zoomolni, ugye ki lehet zoomolni, az még egész jó, de engem ez az árnyék eltűnés, ez rettenetesen zavar, megmondom a frankót, meg az iszonyat gyors érkezés, bár ez biztos valami, hogy meg lehet hackelni, hogy jó legyen. Na. Igen, izélnek el. Mennünk kell szántani. Ja, fel kell vennünk a súlyt. Rendben. Ugye egyes. Akasztás, jó. Ráakasztás elő, ja, ráakasztás elő, ráakasztás hátul, ez a kettővel egyes és kettes gombbal tudjuk ezt megcsinálni. Bár nem tudom, miért kellett külön gombra rakni, gondolom az számít azért, hogy hogy állsz oda. Azért, hogyha ilyenkor nyomok egyes gombot, biztos nem az elejére akasztja az akért, úgyhogy mindegy. De egyébként érdekes, hogy már ide álltam, akkor fölemelkedtek a tartó részek is gyakorlatilag lebeg a levegőbe. Várjatok, így eljárok onnan. Aha. Ja, már közelébe jársz, nem lehet, ez egész jól le van animálva, hát mondhatjuk, hogy jó. Kettes. Aha. Na várja. Megpróbáltam ráakasztani, és nem sikerült. Rendesen. Oda kell csatlakoztatni, az még egész tűretőnek tűnik. Jó. Ezek a fényes üzék, ekefejek, ezek elég érdekesek. Nézzük meg a belső nézetet, amit V-vel tudunk megnézni. Jó. Mindig kellemes. Egyébként a vezérlés úgy van, mert nincsen itt baloldalt az a gyors menü, ami ugye ilyen billentyűkkel tudott a belső nézet, egész popás, mondjuk kapcsolók megvannak, nem mondom, hogy nagyon rossz, érdekes a fizika, ugye gondolom az történt, hogy ráfeszítette, nem, nincs, akkor nincs ráfeszítve, de mégis megy oldalra, hát jó, nézzétek a fizikát, nem nagyon vágom, jó, mindegy, miért rakta le a tartó részeit, nem tudom, várjatok. Na, elmondom ezt, hogy balaltot lenyomod, akkor gyakorlatilag a gépet tudod vezérelni. Nincsenek hozzá gyors billentyűk, vagy ha vannak, nem tudom, mik lehetnek. Itt tudod vezérelni, látod, hogy index. Motort le tudod állítani. Munkalámpákat be tudod kapcsolni. Fényszórókat tudod kapcsolni. És elakadási jelzőt tudod kapcsolni, és ugye még a vészvillogót is be tudod kapcsolni, ami szintén animálva van, ami nem olyan rossz. Na, várjátok, kapcsoljuk le ezeket a dolgokat. Jó, és akkor mehetünk ki a földre. Lehet, hogy halk egy kicsit a játék, ne haragudjatok, de inkább nem akarom azt a hibát elkövetni, hogy... Igen, ugye mutatja, hogy hova kell mennünk. Attól függetlenül ugye, hogy... Az előbb itt az eke az ment jobbra-balra, attól függetlenül egész kellemesen. Kellemesen dölöngél a traktor. Mutatni, hogy egész jó. Igen, azt a földet kell bevetnünk. Na, és itt ki akkor talán mondhatok róla valami jót is. Ami nem biztos, hogy jó, mivel ez egy elég szubjektív dolog, tehát valakinek tetszik, valakinek nem tetszik. Na, kezdjük innen. Kettő jó dolgot fog mondani róla. Az első dolog az lesz, hogyha rámész egy földre, akkor ott bal, vagy ott felül gyakorlatilag látsz különböző ikonokat. Az első az nem más, mint hogy mennyire van felszántva, hogy gyakorlatilag fel van-e szántva, vagy nincs-e. A második az, hogy kultiválva mennyire van. Ha jól tudom, a harmadik az, hogy mennyire van hidratálva, mennyire van gyakorlatilag mennyire száraz a föld, vagy nem száraz, ugye. A zöld akkor jó, gondolom. Az utolsó előtti az a tápanyag, ha jól tudom, de ezt majd ki fogjuk deríteni még ebbe a gameplaybe. Az utolsó az meg a kártevők, mivel vannak kártevők is gyakorlatilag. Akkor induljunk. Még egy iszonyatosan, és a vontatmányt azt meg a jobb gombbal tudod kezelni. De mint megfigyelitek, munkaeszköz leválasztása, gyakorlatilag ez van. És van egy olyan, hogy forgatás jobbra, forgatás balra, tehát nincs olyan, hogy leengedés. Tehát, hogyha én nyomok egy forgatás
balrát, akkor ezt fogja, és úgy ahogy van, beleküldi nekünk a földbe az ekénket, ugye láthatjátok. Ami... Én megmondom őszintén, hogy nekem annyira nem jött be. Ja, és hogy még egy előnye a játéknak, talán előnyét, de előnyére tudom mondani, vagy úgy tudom mondani, hogy ez előny, hogy gyakorlatilag ott szántasz, ahol akarsz. Én megmondom őszintén, ez valakinek lehet, hogy nagyon tetszik, nekem nagyon nem tetszik, mármint olyan formában nem tetszik, hogy ugye gyakorlatilag most így lefordítottuk ezt az ekét, és ő gyakorlatilag amerre leraktuk, ott a szét is szántottuk, ami nem túl kellemes, és akkor ugye azt tudod csinálni, hogy ilyenkor felfordítod. Ezt ugye nem így kellene megoldania, hanem külön kellene egy... Nem úgy fordított bele a földbe az ekét, hanem kellene ugye egy leengedésnek is lennie, ami sajnos hiányzik ebből a... az egészből. És akkor láthatjátok, hogy ugye a földet ugye meg kell munkálni. Ezután ugye a földet megmunkáltad, utána le kell kultiválni, el kell vetni, parametrezni kell, gyakorlatilag ugyanazt a folyamatot kell megcsinálnod. Viszont én most ebből szeretnék kilépni, és szeretném pre-módban megmutatni gyakorlatilag, hogy mi található. Hát ez például, gyerekek, hogy ezt csinálja, ez a... Nézzétek, hogy ez... Hogy ez így elkezd csúszni oldalra, nekem ez baromira nem tetszik, ez kiabrándító, nem tudom miért nem marad úgy, most miért kell nekem például abba segíteni, hogy ez egyenesbe álljon. Amikor ott nincs olyan szerkezet gyakorlatilag, ami feszítené ilyen irányba. Arról nem is beszélve, hogy a három pontosnak gyakorlatilag a felső pontja az elfelejtett fölcsatlakozni. Jó, erről apróságokban ne kössünk bele. Ja, és még egy dolog ugye, hogy a gép az teljesen tiszta marad mindig, nem koszolódik. Egy cseppet sem, tehát... Gyakorlatilag... És igen, ugye mivel most ez egy ilyen küldetés sorozat, most még írja is, hogy zárják vissza a gépbe. Abszolút nem fog köszolódni, ahogy észrevettem, soha. Na, srácok, akkor visszamegyünk a főmerőbe, és akkor még egyet megpróbálunk. Játék. És akkor egy új játék és egy free mode, ott meg akarom mutatni, milyen gépek vannak, esetleg könnyű. Szabad mód. Jó. Megnézzük ugye, hogy milyen a térkép, milyen gépek vannak, milyen lehetőségek vannak a játékban. És akkor levonjuk a következtetéseket, vagyis ítéletet mondunk, hogy melyik játék a jobbá szerintem. Mert sejtitek, hogy melyiket mondom én, hozom ki jobbnak. Nem viszünk végig oktatóprogramot. Na, ugye most már gyakorlatilag, várjátok, nézzünk egy térképet is. Ugye itt a térkép, amin zoomolni, azt felejtsd el, hogy lehet-e vagy nem lehet. Gyakorlatilag húzod ezt a... Itt meg, ezt meg megmondom őszintén, hogy így térképet így befejezni még életben nem láttam. Most el fogok oda menni mindenképp, hogy ez most valami vicce, vagy pedig ott elfogy a térkép, neki megyünk valami láthatatlan falnak. Fogalmam sincs, vagy pedig ott felszabadul még, hogyha arra megyünk. Igen. A játék maga nagyon épít arra ugye, hogy vannak például hirdetőtáblák, ez volt a Farming Simulatorban is régebben, ugye a 17-ben már nincsen. Ugye vannak a földjeink, és itt jobban látni ugye bal oldalt alul, hogy hány százaléka van felszánva, ugye talajnedvesség, talajtápanyagtartalom megművelve, ugye az kultiválás jelent, és kártevők mennyi van rajt. Van a város, ugye, és itt vannak jobb oldalt különböző ikonok, amiket ugye meg tudunk nézni. El tudunk menni ugye a munkagépkereskedőhöz, és itt vannak különböző lerakatok, ugye, gyakorlatilag hasonló, teljesen hasonló, mint a Farming Simulatorban. Én azt mondom, srácok, hogy nézzünk körül, viszont egy izét is szeretnék magamnak ide udvonal elhelyezés, oda rakok egy ilyen udvonalat, hogy mégis mi az, ami... Van ott. Jó, egyelőre akkor nézzük, ismerkedjünk a térképpel, és akkor utána mutatom a gépeket, meg a különböző eszközöket, hogy mi elérhető ebbe a játékba, vagy mi nem. Na, és akkor ezen is ugye például tudunk kapcsolni, indexet, elakadás jelző. Jó, megnézzük a belső nézetest, és ugye akkor már... Nem rossz, megmondom őszintén, a belső nézete nem rossz, maga a grafika nem rossz.
használhatónak mondanám ezt a játékot. Teljesen... A grafika... Majdnem ott tartok egyébként, hogy... Ugye a grafika... itt van az állattenyésztés, úgy látom, nem tudom, hogy melyik fajta pontosan. Ránézek. Igazából nem is írja. Hát itt, hogy melyik állattenyésztés lehetséges. Várja. Annyira szokatlan, hogy a Q-val kell kiszállni, nem az E-vel. Ha már... Ja, itt lehet, aha, itt a hittrágya. Talán kivétel. Itt ez mi? Ezt gondolom a... Ott a fú, ott a víz, itt a kaja. És itt esetleg nem... Ez hogy ez micsoda? Ez trágya. Uh-huh. Itt trágya, de mondjuk az hol gyűlik össze? Azt mondjuk nincs megmagyarázva. Érdekes. Jó. Hiszek neki. Ez meg micsoda? Benne a földbe félig ez a... Ez a kotla épület. Ez érdekes ez is. Aha, ja, ez így szét van ma, borulva. Uh-huh. Jó. Most írtam, arra gondoltam, kíváncsi lennék, hogy... Többen be lehet-e szárni a járműbe, azt rájöttem, hogy a multiplayer teljes hiányával állunk szembe. Ami megint egy kicsit kellemetlen. Ha itt is van egy farm. Gyakorlatilag farmházzal. Na, várjatok egy pillanatot. Hogy őszinte legyek, ezt például full nem értem. Hogy miért van több farm? Mert itt is egy farm. Itt is van egy farm. Itt is van egy farm. Meg várjál. Van még. Ott is van egy farm. Miért kell lennie sok farmnak? Amikor csak multi... Vagy single playerre tudsz játszani. Miért van több farm? Hogy gyakorlatilag több helyen is kiépíted magadnak a bázisod? Tényleg írjatok ám, hogyha úgy gondoljátok, hülye vagyok. Én erre tudok gondolni. Mert igazából itt is ugyanazok a képződmények vannak. Na várjátok, a víz. A víz az egész kellemes, hát, ja, mondhatjuk. És a lottávolság, mivel nem tudod jobban felállítani, ez nagy probléma, nézzétek, ugye a távoli textúrák azok ilyen halál mosottak, és így egyre közelebb mész, akkor ugye élesednek. Gyakorlatilag a kocsi előtt mondhatni 5 méterre lesz teljesen éles. Ha itt is egy farm, ugye, jó, igaz, biztos igazuk van, hogy ennyi kell. Szerintem odaértünk akkor, ahol vége a mapnak. És most bátor leszek, bemegyek... nem megyek be ebbe az alagútba. Neki mentünk a láthatatlan falnak. Egyébként biztos a fakitermelésre azt szeretnétek megkérdezni, megtudni. Na várjátok, most megnézek egy autót, hogy most ő hogyan fogja ezt megoldani. Hoppá. Jajaja, ő át tud menni. Más játékban is így oldják meg, ezt nem mondom, hogy ez rossz. Jó, visszamegyünk. Hát igazából nem is kell visszamennünk, ugye teljesen mindegy, hol vagyunk. Így a tabot lenyomod, ugye gyakorlatilag akkor itt vannak a... Itt egy város, ezt is meg tudod ugye nézni. Hát ez egy ilyen kis városszerűség akar lenni. Teleportálni, megmondom őszintén, abszolút nem lehet szerintem. Gépekbe ugrálni, hát nem tudom, hogy lehet-e, várjál, megnézzük a... Behajtás, legalább talán valamit tudunk belőle, hogyha itt is. Aha. Tempomat, behajtás, ha van tempomat, akkor jó, de hát az fogalmunk sincs, hogy mit kell hozzá nyomni. Mert ugye a billentyűzetet azt... Esetleg gondolom van egy billentyűzet kiosztás, hogy config file-t tudod mahinálni, akkor esetleg át tudod variálni. Áttűnés jobbra lévő járműben. Ha, akkor van járműváltás, jól van. Csak mi, sajnos mi nem tudjuk, ugye? Rányítok? Hogy home, hogy izé... Fogalmat sincs, hogy mivel tudod váltani. Ha végig próbálhatja az ember, akkor valószínű azért rájön, hogy mivel mit csinál. A menüből esélyed nincsen, hogy megtud. Gondolom a patchek jönnek hozzá, akkor azért már lehet, hogy lesz hozzá normális billentyűzet kiosztás is esetleg változtatható is. Na meg, amit még akartuk megnézni, ugye? Akkor nyomjunk egy tabot. És akkor itt vannak ugye még egy néhány dolog, ugye vannak a munkák, ugye aktuális feladatja, igen, ugye amiket elválasz, gyakorlatilag van a bolt, és a munkagépek. A munkagépek az nem más, mint a te gépeid, ugye.
És ja, van ki várja, kiválasztás. Eladás. Azt hittem bele lehet ugrani így azon filosztom. Hát eladok néhány gépet, csak azért, hogy akkor utána. Igen, mutatja hány lóerő. Azért, hogy ugye tudjunk venni olyat, ami nekünk esetleg tetszik. Ja, hát ez, megmondom őszintén, ez még itt ez. Elég olyan, mit mondjak, ilyen... Igen, egy fapadosnak tűnik, de... Nem annyira rossz. Jó, akkor pénzügyek. Ugye itt tudod a... Hát ez farming szimulátor, ugye... Minden munkáid mennyi pénzt hoztak. Napi szintre lebontva, ez egész kellemes. Kölcsönt... Ez a kölcsön... Ez nagyszerű, hogy mindig le kell okézni. Mennyit lehet maximum venni? Te fiú. Hogy minden egyes... 5000 dollárnál fel, le kell okézni. Ne szórakozzál velem. Ó, te fiú! Jó, ennyivel elég lesz. Piac. Ugye különböző árucikkeket, hogy mennyire tudod eladni. Hát az ikonok vannak, de különben leírva nincsen, hogy mi ez. Gondolom, nem tudom, ez lehet az árpa, ez lehet a búza. Ez nem tudom, rozs, talán nem tudom, ez... Repce akar lenni, kukorica is, ugye gondolom ez meg a... Ez meg a fű. Én úgy látom. Munkások ugye, hogy kik dolgoznak. Milyen tábla, milyen költség. Befejezéshez szükséges idő, ez egész kellemes. Haszonállat ugye, lehet tyúkos, szarvasmarha és jó. És akkor ugye fakitermelés nincs. Nézzük meg a boltot, gondolom mindenki erre kíváncsi. Leginkább, hogy mennyire jó a felhozatal. Nézzük a traktorokat. Traktorok, ugye a legkisebbtől gyakorlatilag van itt minden. Az összes traktor ugye egyik sem licenszelt. Nagyjából ugye hasonlítanak a valós gépekre, mondjuk ezt. Mennyibe kerül ez? 308 000-ünk van. Ezt megvettem volna megnézni. Tudjátok, hogy ez melyik ez a traktor, mindenki tudja. Én nem tudom, melyik a neve, várja, mi is. Az a nagy New Holland, nem tudom, hogy hányas. Aratógépek, ugye kombájnak van 2 gyakorlatilag. Ami mind a kettő valami Comet márkájú, és gyakorlatilag mit mondjak róla, full semmiben nem különbözik, azt nézem, nézzétek meg, annyiba különbözik, hogy ennek 11000 literes tartályban, ennek meg 10000 literes, meg 450 lóerő, de szerintem az a lóerő az annyira mindegy, meg igazából, hogy az mennyit fogyaszt, meg mennyi a, így minimális különbség, minimális különbség külcsínyre is, ami eléggé sajnálatos. Na, takarmány aratók. Abból is ugye 2 van, na itt legalább nem egyforma márka, van egy Rival, Shredder és egy Mamut. Viszont mindek, ez micsoda? Ha? Ja, hogy már, jaha, ez micsoda? Érdekes itt, hogy ezeket tudja, ez meg mi az, hogy... Itt ki van írva, hogy ugye miket tud, itt meg az, hogy miket... Ez semmit nem tud, vagy mi ez? Jó, nem is akarom megérteni ezt a részt. Nézzük, ekék. Ekék közül elég sok van meglepő. Hát ugye azt megmondom őszintén, és én tudom, hogy miért, meg úgy mindenki sejteti, hogy miért van sokféle belőle. Mert gyakorlatilag ez könnyű volt előállítani. Van belőle egy halom. Az az érdekes, hogy kapásból a legelején a karriermódnak egy ilyennek kell szántanunk. Hát van 2000, jól van. Nézzük, talajlazító gépek. Az gyakorlatilag ugyanolyan az összes Fern márkájú. Mondhatni ugyanaz a stílus. Csak éppen méretbe különböznek. És igen. 400 lóerős jármű kell. Magvetőgépek, ezek vannak, srácok. Ez is gyakorlatilag majdnem hasonló stílus az összes. Corrido márkájuk, gondolom mindenki hallott már róla. Permetezők, gyakorlatilag van 2, ami annyira durván ugyanaz, hogy szinte ugyanazt a modellt megtartották, csak egy kicsit változtattak rajta. Amint megfigyeljétek, ez egyszer csukódik össze. Ez meg kétszer csukódik össze. Jó. Mitrágya szórók.
Van a gép hátulján lévő, ez korrekt. Meg van egy nagyobb, ugye. 30 méteres. Trágyaszórók. Igen, ezek is egy kaptafára Ares márkájúak. Iszap tartályok, ezek is full egy kapta. Gyakorlatilag a tartály hossza és a kerekek száma az változik. Mis tartályok? Na. 10 méteres. Igen, ez öntözni. Na, azért érdekes, hogy öntözni is kell. Ez egy jó ötlet egyébként. Ezt jó ötletnek tartom, mert ez előfordulhat ugye egy gazdaságban. Markolók. Hú. Csak bálahordó van, egy darab bálahordó. Azt nem tudom, hogy hol van a izéje. Ezt mire tudod csatlakoztatni? Na majd mindjárt kiderül talán. Pótkocsi, egy darab bálahordó pótkocsi, csak kocka válla, ahogy látom. Billenő pótkocsi. Hát, igen, ennyi. Aha. Itt is vannak ilyenek, fűnyírók. Van egy ilyen oldalsó, aha, ez meg ugye ez, meg ez ugye egyszerre használható elejére, hátuljára, ez meg egy ilyen oldalsó cucc, 3 méter. Nagyszerű. Szénaforgató, egy darab. Bálázó, várjál? Kocka bálázó mind a kettő, azt hittem, hogy az egyik az nem. Bálák az állatok etetésére szolgálnak. Hát szerintem itt felejtsétek el, aha. De itt felejtsétek el, hogy itt keverni kell, vagy ilyesmi, az bálant bedobod neki, ez meg ez így. Pócsúlyok. 3 darab. Esetleg... esetleg valami különbség? Semmi különbség? Vagy mi? S és M és L S. Kilogramba semmiben nincs megadva, hogy mekkora. Jó. Betakarító fejek. Hát ezek ugye... hú, gyerekek, 12 méteres. 6 méteres, de ez is full ugyanaz. Jó. És itt ugye arra túlfejet akarom. Ja, jó. Oké, és autó egy darab. Jó, ennyi igazából a felhozata, az egy sem licenszelt, ugye. Modokat azt felejtsétek el, hogy szerintem valahogy is készül ez a játékhoz. Jó, kövezzem meg valaki, hogyha tényleg fog készülni, mert mondjuk jó, esetleg van rá esély, ugye, fog készülni. Jaj, nem akartam kilépni, de most ez... folytatás. Annyit akartam, hogy azt a legnagyobb traktort azt vegyük meg már. Gondolom abba fektették a legtöbb energiát, hát az a csúcsgép. Pénzügyek, és akkor egy pár szóval még kattintuk, ugye. 380 ezer. Úgy látom, hogy... egyébként úgy látom, hogy végtelen mennyiségű pénzt tudsz felvenni, most... van egy olyan érzésem, hogy ez így van. Ami gyakorlatilag egyenértékű azzal, hogy pénzt csitelsz a játékba, mert... igen, szerintem itt gyerekek az van, hogy... enterre nem? De. Oké, csak entert kell nyomogatni és végt. Gyakorlatilag beépített cheat. Nem. Jaj de jó. Na, ez a játéknak egy nagyon... nagyon szuper... része, hogy végig azért örülök neki, hogy nem lehet megvenni mindent. Na nézzük, ez a legnagyobb dög. Gyakorlatilag 500 horsepower. Hoppa! Motor, mi az, hogy motor 20? Ez mi az, hogy... Plusz 10! Nem a! Nézd ma, plusz 20 lóerő! Ne! Azt a betyár! Legyen kék! Ja, meg lehetett volna bérelni. Aha, lehet bérelni gépeket. Jó van, gyerekek. Munkás nem tudom, hogy lehet fölvenni. Hát beleugratni meg Nukumi. Közlekedjünk akkor. Na, akkor kifogtam. Jó. Rá kéne jönni melyik gombbal. Ugrunk bele. Hoppa, megvan, jó van. Azt a betyár, ez jó nagy. Triton gyerekek, nagyon szuper. Egész jó, mennyivel megy ez gyerekek? Megy mind az őrült? Megmondom őszintén, annyira nem olyan rosszok a... vannak ám itt színek? Ez olyan paintbe rajzolt textúrák szerintem. De ennek nem törcsuklósnak kell lennie a gyerekek? Most... ja nem! Nem, ennek ez nem törcsuklós, ugye? Nem hát. Én voltam buta.
Jó gyerekek, ezt tudjátok mire emlékeztet? Ez nem is a izére emlékeztet. Ez Class Lexionra vagy melyikre, ugye? Arra emlékeztet minket. Vagy Serion, vagy nem is tudom melyik. Nem a Combine, hanem a... Tudjátok, a nagy Class Traktor. Arra emlékeztet. Ugye amelyik átfordítja izére. Ez a szart, hát nézd meg. Vaj, tudja ez? Nem tudja? Hát de nem tudja! De nem! Itt van neki a hely, oda nézzetek, ott van a izé, ott van a... Az a munkahenger, ami föltolja. És akkor ide, ugye ide tudná átfordítani, és akkor ilyen targonca üzemmódban, ugye kerekek variálhatóak, hogy éppen milyen... Éppen milyen izé, milyen munkához akarod, ugye lehet úgy, hogy mind a négy fordul ellentétesen, lehet úgy, hogy gyerekek, ez csúszik ez a gép, hallod? Megrúg. Á, ne, nem lehet neki... Figyeld, nem tud rajta állítani. Ez csak nézd már! Ez csak első kerekes. A hátsó az nem... Na itt látszik, hogy föltettem valahova. Gyakorlatilag ez full es, ez egy első kerekes jármű. Jó, érdekes. Jó, fizika izében se farming szimulátorban se a... Olyan nagy csúcs, de... Annyira... Az a baj, hogy néha meg olyan jó kis, például lengés csillapítók tök jól működtek ezen, nézzétek meg milyen kellemesen, ugye? Egész kellemesen működik a lengés csillapítás. Ó, jó, mozog, ugye? A hírak jól mozognak. Jó, de nagyon farming simulator feelingem van. Ettől a izét a helytől. Ja, és itt van ugye a... Még egy picit olyan érzésem van, mintha oda lennénk ragazva a talajhoz, megmondom őszintén. Arra még valahogy kíváncsi lennék, hogy ezt egyáltalán föl lehet-e borítani, vagy bármi. Picit olyan feelingje van, mintha tényleg a talajra lennénk, mi ragazva is, a kerekek, azok semmilyen körülmények között nem szakadnak el a talajtól. Ez tényleg egy ilyen nagyon fura érzésem van. Kíváncsi lennék, hogy föl lehetne borítani, most ez a nyilgázom, meg felugratok erre a kőre. Hopp, sikerült, elszakadtak, és egész jól viselkedett a gép, ugye? Nem rossz. Néhány ilyen, mondjuk úgy, hogy néhány képet lehetne lőni ebből a játékból olyat, hogy azt simán elhinnéd, hogy farming szimulátor. Ja, még azt el akartam mondani, hogy az embernek, ott fönt látod a jobb felső sarokban, ugye van sztaminája, gyakorlatilag fáradtsága, és hogyha elfárad, akkor aludnod kell vele. Ami megint egy ilyen, mondhatni, jó ötletnek tartom egy ki azért a játékban. Ez nem egy olyan... Nem hülyeség, ugye? Jó, elfordultunk, jó. Kíváncsi vagyok, beleugratunk a vízbe, most megnézzük, hogy akkor mi fog történni. Hogy általán van olyan hely, ahol bele tudok. Megpróbáljunk átkelni ezen a folyón, gyerekek. Megpróbáljuk? Egyébként próbáljuk. Aha, jó bírja. Jó, hát ez... Fuck yeah, ez még kellett nekem, hoba tortán. Sima liba a gyerekem, minden, mi csoda, hát tényleg természetes, hogy... Hoppa, szigorultunk, indul meg. Jó van srácok, hagyjuk abba az ökörköt, na úgy látom ez meg mivel van beültetve. Ível meg tudjuk nézni a termőföld adatait, jaj ez egész kellemes. Ha itt van, hogy kié, fel megművelve. Az, hogy mit találhatunk rajt, az fogalmunk sincsen sajnos. Érték 8500, hát nem egy nagy pénz. Ez mi ez, arra próbálják rájönni esetleg gondolom. Jó, srácok, igazából ennyi lett volna ez a bemutató, és közben ugye megbeszéltük nagyjából, hogy farming szimulátorhoz képest mik azok, amik jobbak, mik azok, amik rosszabbak. Hát kicsit akkor összegezzük. Én azt mondom, hogy a grafika határeset viszont szerintem még mindig a farming szimulátor 17 jobb. Még annak ellenére is ugye, hogy ez egy évvel újabb játék.
Vannak szép részei, például nekem a kerekek azok nagyon bejövősek, és oppa a gyerekek, és lehet, hogy én tévedtem, sőt, biztos, mivel kosz voltok jelentek meg a járműveken, igen, az a járművek fognak koszolódni, oké. Én kérek elnézést, a járművek koszolódnak, ott vannak, látjátok, a kerék szélein kezdődik a koszolódás, meg ugye van gyakorlatilag autó mosó rész, akkor mindenképp van ilyen. Fogyóeszköz kereskedő, műtrágyák, rovarirtósza, vetőmag, takarmány. Rendben. Na, és akkor igen, grafika az, mondhatni, hogy majdnem eléri a Farming Simulator 17 színvonalát. Hogyha választanom kellene, azért Farming Simulator 17-et választanék. Fizika, mondhatni jó, én azt mondanám, hogy jó. Ami nagy hátránya az, hogy modok azok nem nagyon fognak hozzá kerülni valószínűleg. Legalábbis Farming Simulator 17 biztos, hogy 100-szor több, vagy 1000-szer, vagy 1 milliószor több mod fog kerülni. Ha már választhatok, akkor mindenképpen én megmondom őszintén, én a Farming Simulator 17-et választanám. Főleg annak a fényében, hogy ez sem egy olcsó játék, gyakorlatilag egy ilyen 10 000 forint körüli játék, főleg ha meg akarod venni hozzá még a... ugye ezt a soundtrackos DLC-t, akkor már 42 euró az már... Én azt mondom, inkább mindenképpen Farming Simulator 17-et vegyél. Egy próbát megér, én nagyon úgy érzem, hogy ez a játék az a típusú játék, hogy egy néhány órát beleöl az ember, így el van vele, aztán nagyon hamar megunja, mivel ugye se modok nincsenek hozzá, se megfelelő számú jármű. Ne haragudjatok, hogy nagyon lehúztam, de igazából nem így készültem, én minden farmos játékkal úgy vagyok, hogy úgy ülök le elé, hogy igen, végre egy olyan játék, ami megpróbálja felvenni a kesztyűt és ringbe szállni a Farming Simulator 17-tel, mert nem azért, mert nem szeretem a Farming Simulator 17-et, hanem azért, mert a konkurencia és gyakorlatilag a verseny az mindenképpen hasznos tud lenni mindenféle ágazatnak, a játékgyártásnak is, hogyha nem egy monopólium státuszban lévő fejlesztő cég van, hanem több fejlesztő cég van, aki ugyanolyan jellegű játékot gyárt, akkor az mindenképp nekünk is előny, mivel próbálnak egymás ellenére gyakorlatilag jobbat létrehozni. Na, ennyi lett volna. Tudom, hogy nagyon sokat pofáztam, de ez egy ilyen összehasonlító videó akart lenni, egy ilyen teszt videó akart lenni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok, jók legyetek!